Paskövör egész festészetében a rejtőzködés és a kivonulás számomra kulcsfogalmak. És különösen érdekes, hogy ahogy sötétül és záródik itthon a közélet és a kulturális horizont, ahogy szűkül, úgy növekszik Paskövör festészetében ez a varázserdő. Itt állunk a kiállítás Merengő vadon című termében. Ez a dzsungeles terem, ugyanis Paskövör Jenő az 1930-as évektől elkezdett trópusi füllet, zsúfolt dzsungeles képeket festeni. Nagyon hasonlítanak ezek a képek Henri Rousseau-nak a dzsungeles festményeire, és ahogy Henri Rousseau, úgy Paskövör Jenő sem járt soha életében dzsungelben, különböző lexikonokat és könyveket tanulmányozott, illetve kijárt az állatkertbe krokizni. Óriási vadász jelenet, ami ugye nem látszik, csak nagyon közelről, hogy a szőlő a tányér fölött, a tányér lebeg a hokedli fölött, és a sárga madár üldöz egy icike-picike legyet, amit csak nagyon közelről lehet észrevenni. Ez egy nagyon színes álom. Képeiben ez az ambivalencia a legérdekesebb. Olyan szürreális álom ez, amiben valahol mindvégig ott van a szorongás. Különösnek tartom. Némelyik olyan, mint egy meseillusztráció, tehát ilyen álomszerű, és kicsit a gyerekrajzok színes világát is fölidézi az emberben, tehát hogy van valami szürreális lebegés benne, és azokat is nagyon szeretem, amelyeknek olyan szorongató a képi világa, mint az a Lágymányos télen című kép is, úgyhogy van valami nagy hidegség benne. A képpel én együtt nőttem föl. Nagyon sokat nézegettem, mert gyerekkoromban nem tudtam fölfogni, hogy hogy is van ez. Először azt képzeltem, hogy ez itt egy bálna, aki a száját tátja. Valaki föltett egy fotót arról, hogy hol és hogy helyezkedett el a lágymányosító, és abból megértettem, hogy ez hogy van.